méltó ünnepi ruhába. Epes a szívünk, hogy itt a lelkek megkapták Istentől azt a nagy kegyelmet, hogy szép templomunkat akként megszerették, és sok áldozattal, pénzzel, munkával olyan szépé tették. Nagyobb az örömünk, hogy ezt érsek a gyermek is látja, látja templomunkat, és eljött, hogy megáldja. Ó, hát, legyen áldva, legyen érte áldva, ezért imádkozzunk, ez mindnyájunknak imádságos vágya. Isten hozta érsek atya. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Főtisztelendő érsek az úr. Nekint tisztelettel köszöntöm az Egri Főegyház megye érsek főpásztorát itt Végardóba ezen a szép ünnepi alkalmon. A jelentős múltra visszatekintő község életével pontosnak a mai, mert a megújult katolikus templom megáldására érkeztünk, s ez szép alkalmat teszi teljesebbé érsek úr jelenléte. Mi, akik a trianoni határ legszélén élünk, tudjuk csak igazán értékelni a hit megtartó erejét, Isten áldó kezét. A megújult ablakok ezer éves múltnaktal kötnek össze Szent István királytól, az Árpád-házi szentekkel együtt érezhetjük át a vallás fontosságát, nemzet megtartó erejét. Más szervező erő nélkül az emberek csak itt találhatnak igazi közösségre. Köszönjük érsek úrnak, hogy elfáradt hozzánk, megáldja a felújított templomot, s együtt imádkozik velünk a szentmisek keretében, s adja ránk főpásztori áldását a befejezéskor. Kérjük Istent, segítse munkájában, adjon testi-lelki erőt feladatai teljesítéséhez, mert minden élet kő egy épületben, hang egy tenger mormolgatta dalban, sorsokból szőtt óriási szőnyeg, Isten szőtte hattyúforma dallam. Isten hozta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő érsek atyai, nagyon rövid leszek. Tiszatónál találkoztunk legutóbb, bérmáláson, hát belecsöppentem ide, mint Pilátus a krédóba egy kicsit, tehát, hogy ideiglenes plébánusként szeretettel köszöntöm az érsek atyát, és azt kívánom, hogy sok-sok ilyen örömben legyen része, hogy az, amit most kap, mert mi is szeretnénk adni sok-sok örömet, ami a szívünkben van, hiszen öröm az, hogyha... Kívánom azt, hogy a mostani szentmise, és majd az a pillanat, amikor visszaemlékszik arra, hogy itt volt ebben a közösségben, itt nagyon-nagyon sok helyről jött becsületes keresztény katolikus ember jelenlétében elimádkozza az áldás szavait erre a templomra, erre a közösségre. Ez legyen igazi megtartó erő mindannyiunk számára is, az érsek atya számára is. Dicsértessék a Jézus. Kedves testvérek, nagy örömmel látogattam el ide önökhöz ebből a különleges alkalomból, hogy megáldjam a csodálatosan felújított templomot. Amikor bejöttünk a faluba, vagy ide kanyarodtunk erre az útra, akkor láttam már, és ismerősen láttam ezt a templomot, hiszen polgármester úr jóvoltából a napokban megérkezett egy összeállítás interneten a modern világ jóvoltából, ahol fotókat is láthattam a szépen felújított templomról, amelyhez szívből gratulálok. Hálásan köszönöm az üdvözlő szavakat a kisgyermekeknek, a képviselőtestület világi elnökének, plébános atyának meleg szívből jövő szavait.
én is nagy örömmel és várakozással látogattam el ide. Ez az első látogatásom itt Hídvégardon. Valóban a határ szélén vagyunk. Ezután már egy másik ország következik. De vannak itt atyák a másik országból is, vannak itt hívek szerintem Felvidékről is, Szlovákiából is, őket is Isten hozta. Hála Istennek az új világban a határok nem választanak annyira el bennünket egymástól, mint ahogy azt tették korábban. Lehetőségünk van arra, hogy a baráti kapcsolatokat, a honfitársi kapcsolatokat, a magyarsági, vérségi kötelékeket ápolni tudjuk. Legyen Hídvégardó egy igazi híd. Híd a környékbeli települések számára, híd észak felé, a Szlovákiában, Felvidéken élő magyarság felé, és ezt a híd szerepet éljük hivatásként is. Legyünk önmagunk is egy kicsit a karunkat azért, hogy hidat képezzünk, hogy egymással baráti, testvéri kapcsolatokat ápoljunk. Az Úristen is ezért gyűjt össze közösséggé bennünket, mert érezzük azt, hogy egyedül, külön-külön gyengék vagyunk. Együtt azonban, összefogva, egymásra építve, egymásban megbízva, szeretettel tekintve egymásra és jó akarattal erősebbek vagyunk, jobban érezzük magunkat a világban, és nem tör ránk az a félelem, amely oly sok embernek az életét eluralja, akik félnek a mától, félnek a tegnaptól, de leginkább a holnaptól félnek, mert nem tudják, hogy mi következik. Mi, akik hívő emberek vagyunk, az Istenre bízzuk önmagunkat, életünket, családunkat, barátainkat, és tudjuk, hogy aki Istenben bízik, az nem csalatkozik. Ez az Istenbe vetett bizalom és szeretet hozott ide bennünket, nem csak hídvégardóiakat, hanem a környékről is, és mindannyian a hídben egy közösséget formálunk. Ebben a közösségben kezdjük most a szentmisénket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a minden. Közelebb királyod,
igaz és győzedelmes, alázatos. Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje. Mindennél drágább szerencsét, szent ez a hely és érthetetlen. Ezt a helyet az Úr alkotta, mindennél drágább szerencsét, szent ez a hely és érthetetlen. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Akik terhek alatt görnyedünk, akiknek különféle gondjai vannak, mert az Úristen felüdít bennünket. Mindaz, amire mi egyedül képtelenek vagyunk, azt megkapjuk ajándékba az Istentől. Nem azok, akik fáradoznak, nem azok, akik éjt nappallá téve dolgoznak, vasárnapot sem ismernek, azért, mert anyagi javakra vágyakoznak, és nem adják meg sem testüknek, sem lelküknek azt a pihenést, amely nekünk mindannyiunknak kijár. És egészen különleges helyet foglal el a pihenés is, a vasárnap, amely, mint tudjuk, a régi zsidó hagyomány alapján szombaton a naplementével kezdődik. Az első vesperással, amikor elimádkozzák a papok, a szerzetesek, a zsolozsmából az első vesperást, akkor köszönt ránk a vasárnap. Körülbelül abban az órában, mint amiben most vagyunk. Szombat este van már, van még, de már lelkünkben vasárnap van. És szükségünk van a munka után arra, hogy tudjunk ünnepelni is. Mert az ünnep az, amelyik
felemeli az ember lelkét, különleges módon az Istenhez emeli. Amikor ünneplünk, amikor ünnepelni tudunk, akkor sokkal jobban figyelünk egymásra is, akkor testünket, lelkünket ünneplőbe öltöztetjük, és jó együtt lenni, különösen jó az Isten házában lenni, kérni életünkre az ő áldását. A mai szentmise könyörgése arra emlékeztet bennünket, hogy mi minden emberiséget. Fölemelte az emberiséget az Isten, nem tekintette többé az ember bűnét, ő maga halt meg értünk. Kifizette a váltságdíjat. Kifizette bűneinkért már előre a váltságdíjat, azzal, hogy Szent Fiát feláldozta. Adj nekünk szent örömet, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. Kiragadott bennünket az Isten a bűn szolgaságából. Milyen nagy dolog erről elmélkedni, milyen nagy dolog ezért hálát adni az Istennek. Nem vagyunk már a bűn szolgaságában. Milyen nagy szavak ezek? Milyen dicsekvő szavak ezek? Különösen akkor, hogyha az emberiség életére tekintünk. Mert azt látjuk, hogy az emberiség életében rengeteg bűn van. A népek életében mennyi háborúskodás van. Évről évre, hétről hétre, napról napra, ha kinyitjuk a rádiót, akkor ilyen nagy bűnökről hallunk. Gyilkolják az emberek egymást. Lopják az emberek egymást. Legkülönfélébb módon élnek vissza a hatalmukkal. És ekkor még mindig csak másokról beszéltünk. De hogyha a saját köreinkre tekintünk, akkor bizony megtapasztaljuk azt, vagy igazat kell adnunk azoknak, akik azt mondják nekünk, na és ti keresztények, mennyivel vagytok ti különbek azoknál, akik soha nem járnak templomba. Pontosan ugyanazokat a bűnöket követitek el ti is, mint akik nem imádkoznak, mint akik az Istent semmibe veszik. Ti dicsekedtek azzal, hogy templomba jártok, azzal, hogy imádkoztok, azzal, hogy milyen vallásosak vagytok. De valójában az életetek kevéssel különbözik azoktól, akik még kívülről se nagyon szeretik látni a templomot. Bizony, ha önmagunkba tekintünk, akkor mindannyiunknak meg kell állapítani saját magáról, és ezt meg is tesszük minden szentmise elején, minden lelkiismeret vizsgálatkor, hogy bűnösök vagyunk. Nem kell a másikra mutogatnunk, hanem elég önmagunkba tekintenünk mindannyiunknak, és megállapítjuk, hogy bűnösök vagyunk. És bocsánatot kérünk az Istentől, és egymástól a bűneink miatt. A különbség köztünk és azok között, akik az Istent kizárják az életükből, hogy mi elismerjük a bűneinket, mi küzdünk ellene, mi szeretnénk urrá lenni rajta. Jóvá tesszük húsvétkor a húsvéti liturgiában. Boldog az a vétek, amelyik ilyen nagy megváltóra lett érdemes. A bűn miatt jött az emberiségre a halál, de a bűn miatt jött a megváltás és a feltámadás. Az ember életének egészen mély misztériuma
és titka ez, a bűn és a kegyelem, a elbukás, a megváltás és az örök élet misztériuma. És csak aki ellenáll tudatosan az ő szeretetének és hívó szavának, az nem részesül az üdvösségben. Minden embert megváltott. Mindenkit meghívott az örök életre és az üdvösségre. És mindannyian hivatalosak vagyunk erre. Csak aki mindvégig ellenáll, az utolsó pillanatig, élete utolsó pillanatában is nemet mond az Istennek, csak az kárhozik el véglegesen. Mert az Isten mindannyiunknak az életét akarja, az örök életet. Mert életünk nem csak ez az arasznyi lét, ez a néhány évtized, amelyet itt élünk, hanem meghívott bennünket a saját életébe. Ha mi megtanulunk a lélek szerint élni, akkor képesek vagyunk arra, hogy a halál utáni életben őt öltsük magunkra, és vele együtt mi is feltámadjunk, és együtt legyünk ismét. Ez a templom, ez a szépen megújult templom, amely itt van mögöttem és önökkel szemben, arra emlékeztet bennünket, hogy a megújulás állandó feladatunk. Szükségünk van arra, hogy megtisztítsuk lelkünket, megtisztítsuk a bűnöktől, és hogy újra eldöntsük azt, hogy mi Istennel akarunk tartani. Őhozzá akarunk tartozni. Mi az Istené vagyunk. Szent templomát alkotják, úgy vagyunk mi is. Egyenként építő kövei, élő kövei Jézus Krisztus egyházának. Az élő kövekből épült egyháznak. Mi vagyunk egyenként külön-külön az élő kövek. És egy templomot alkotunk. Egy valóságos templomot, amely élő kövekből épült, és amelynek a feje maga Jézus Krisztus. Ebben a templomban, ebben az egyházban találjuk meg igazi hivatásunkat, találjuk meg lelkünk békéjét, és képesek vagyunk arra, hogy önmagunk fölé nőjünk, hogy a saját gyengeségeink és bűneink ellenére is nem a mi erőnkből, hanem a főnek, Jézus Krisztusnak az erejéből, emelt fővel, rátekintve az üdvösség útján. Újjá teremtett minket a keresztségben. Új emberek vagyunk. És ezt az újdonságot minden alkalommal, amikor bűnbánatot tartunk, amikor a szent áldozáshoz járulunk, megújítja, felfrissíti bennünk, azért, hogy örömteli, derűs legyen az életünk, hogy tudjuk élni a megváltott embereknek az örömét, azt az örömet, amelyet a keresztségben megújult ember érez, amikor azt mondja, hogy jaj, de jó. Amikor kilépsz a gyóntatószékből, és azt mondod, milyen jó, új életet kezdhetek. Nem tekintem azt, ami a múlt, hanem előre tekintek, a jövőre. Jó akarok lenni. És ezt a csodálatos érzést, ezt kinek köszönhetjük? A mi mesterünknek és üdvözítőnknek, aki valóban megváltott bennünket, és örök életre hívott meg. És ez a templom, meg minden falu temploma emlékeztet is bennünket erre, hogy élőkövek vagyunk, és arra, hogy ott, a szentmisében, az imádságok révén, a jó cselekedetek révén tudjuk megújítani életünket, és tudunk egymásnak javára válni, mert az önző ember az mindig saját magára tekint, a saját érdekét nézi,
De mi nem ezt tanultuk Jézus Krisztustól. Ő a saját életét nem kímélte, hanem feláldozta értünk. És mindaz szeretek másokat, és a szeretetben képes vagyok lemondani valamiről, képes vagyok adni. Az igazi szeretet ugyanis nem kapást jelent, nem azt jelenti, hogy engem ajándékoznak meg, hanem hogy én ajándékozok meg másokat. És minél nagyobb az ajándék, annál nagyobb a szeretet. Minél nagyobb a szeretet, annál nagyobb az ajándék, amelyet képesek vagyunk adni. A mi mesterünk azt mondta, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja oda barátaiért. Ő volt az, aki legjobban szeretett. Ő az életét adta oda értünk. De nem ez történik egy igazán jó házasságban? Egy férj, aki igazán szereti a feleségét, vagy egy feleség, aki igazán szereti a férjét, az képes lenne akár az életét is odaadni érte szeretetből. És nem ez történik, amikor egy jó édesapa és édesanya, aki szereti a gyermekét, akik szeretik a gyermeküket, mindenre képesek a gyermekükért szeretetből. Minél nagyobb a szeretet, annál nagyobb áldozatra képes. Ezt magától, az Istentől tanultuk. Magától, Jézus Krisztustól tanultuk. Ő, aki saját életét nem kímélte, hanem odaadta értünk. Akkor leszünk igazán boldog emberek, ha tudunk szeretetben és szeretetből élni. Ezért olyan fontos nekünk az evangélium. Ezért olyan fontos nekünk a templom. Ezért olyan fontos nekünk az imádság. Ezért olyan fontos nekünk az, hogy ragaszkodjunk, hogy legalább vasárnaponként eljussunk a templomba. Mert ott megerősítést kapunk, hogy ezek az értékek, a szeretetnek az igazi értéke az, ami bennünket emberré tesz. Mert aki nem tud szeretni, az nem is igazán ember. Azt tesz bennünket emberré, az emel önmagunk fölé bennünket, hogyha képesek vagyunk áldozatot hozni. Önzetlenül. Az önzetlenség tesz bennünket emberré. Önzőnek lenni könnyű. A szeretetről kell tanúságot tennem. Az már az értelmem és a hitem segítségével működik bennem, hogy nem az első reakció győz bennem, hanem képes vagyok legyőzni önmagamban az önzést, és szeretettel önmagam fölé emelkedni, a saját önző vágyaim, kicsinyes elgondolásaim fölé emelkedni, és engedni, hogy az életemben a szeretet legyen az igazi Úr. Akkor vagyunk valóban Jézus Krisztus követői, igazi keresztények, hogyha ezen az úton akarunk járni. Nem akkor, hogyha sikerül mindig ezen az úton járni. Mert ez nem sikerül. Mert gyengék vagyunk. Mert bűnösök vagyunk. De mi tudjuk azt, hogy mit szeretnénk. Ezt szeretnénk. Ezt tartjuk értéknek, ezt tartjuk magunk számára követendőnek, hogy mi önzetlenek szeretnénk lenni. Mi szeretetből képesek akarunk lenni arra, hogy akár az életünket is feláldozzuk egymásért. Mi ezt szeretnénk. Ez a cél, ami ott lebeg előttünk. És ez nagyon fontos, hogy van egy örök célunk, van egy igazi értékrendünk, van egy igazi ideál a mi értékünkben, a mi életünkben, amit szeretnénk megélni. Ez az, amit Jézus Krisztusnak köszönhetünk. Ez az, amit az ő egyházának köszönhetünk. És ez az, ami mindig idehoz bennünket. Mert érezzük azt, hogy tőle a legjobbat, a legnemesebbet kapjuk.
hogyha templomba jövünk, ha hozzá imádkozunk, ha ilyen szép a templomunk, és hív és vár bennünket, akkor onnan mindig gazdagabban, békésebben, szeretettel eltelve tudunk visszatérni a hétköznapjainkba. És mi más ez, mint a boldogság? Az a boldogság, amelyre mindannyian törekszünk. Mert minden ember boldog szeretne lenni. Milyen sokan keresik hamis tévutakon a boldogságot, hogy inkább beépítsük az evangéliumot a hétköznapi életünkbe. Hogy igazi keresztény emberek legyünk, akik nem ösztönösen cselekednek, nem az első impulzus alapján, hanem akik képesek ellenőrizni a szavaikat, a tetteiket, és átalakulni, átalakítani életüket az evangélium egyetlen, legfontosabb szabálya és törvénye a szeretet szerint. Amen. Aki eljött közénk és példát adott az alázatosság és a szelídség gyakorlására. Hogy nem test szerint, hanem a Szent Lélek szerint éljünk ebben a világban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy egyházak pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket, és szeretettel intsék jóra a megtévedteket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás végtelen vágya. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy családaink körében uralkodjék a keresztény szelídítség és türelem. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy akik elfáradtak és az élet terhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a felüdülést. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, aki élsz és uralkodol mindörökre. Egyeségi patronám, téged dicsér mindörökké, híveid. Magas így jó volt.
és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzád hasonlóan élt a földön. Szent vagy, szent van, mindenség, Uram, Istenem, dicsőségedben ölti a mennyet és a földet, Hozanna a magasságban, áldott, aki jön a Úr nevében. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattal, hogy elnyersük az örökséget választottait. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz Jelsével, Szent Apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel egy. Az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan,
a világon szétszóródott valamennyi gyermeket. Jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden. Tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása. Szenteltessék meg a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veleteket. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Felicus figuris terminum, ores mirabilis, Thank you.
Istenünk, Te vetetted meg a föld alapjait, Te alkottad az eget, és határoztad meg a csillagok helyét. A halál rabságában sínlődő embert pedig újjáteremtetted a keresztség vizéből. Úgy akartad, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus megtörje az alvilág bilincseit, feltámadjon a hívők üdvösségére, és feltámassza övéinek testét is. Tekints irgalmasan erre a sírhelyre, hogy testvérünk békében nyugodjék benne, és az ítélet napján boldogan támadjon fel szentjeiddel, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Isten, minden a tiéd, és a neked szentelt helyeken egészen jelen vagy, és bőven osztott kegyelmedet. Hallgasd meg könyörgésünket, légy oltalmazója ennek a külsejében most megújult templomnak, hiszen alapítója is te voltál. Áld meg kegyesen mindenható áldásoddal, hogy a világosság angyalai szolgáljanak itt, és a Szent Lélek megvilágosító kegyelme ragyogja be, hogy a gonosz léleknek ne legyen benne hatalma. A Szent Lélek ereje biztosítsa a szentélyben a szent szolgálat tisztaságát, és adja meg jutalmul az igazi szabadságot Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket, és elvégy minket kísértésre, de szabad. Szépen hirdesse Isten dicsőségét. Egyedül Istené a dicséret és a dicsőség, az emberi a munka a küzdelem. Köszönet mindazoknak, akik dolgoztak, akik kivették a munkából, a küzdelemből a részüket, hogy ilyen szép lehessen a templom, hogy ilyen szép legyen itt a falu központja, és hogy ilyen szépen kialakították a környezetét is. Szívből gratulálok mindazoknak, akik itt tevékenykedtek. Isten áldja meg önöket, és azt kívánom, hogy legyenek mindig hűségesek ehhez a templomhoz. Minden nagy lelkűség, amelyet az Istennek felajánlunk, azt ő sokszorosan visszaadja.
az Istent mi nagy lelkűségben soha nem tudjuk felülni. Ha mi nagy lelkűek vagyunk az Istennel, és a mieinkből felajánlunk neki a legkisebbet vagy a legnagyobbat, őt nem tudjuk nagy lelkűségben felülni. Ő nagyobb, mint mi vagyunk. Azt kívánom, hogy tapasztalják meg az Úristennek ezt a nagy lelkűségét életük minden napján. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Legyen áldott az Úr neve! Most és mindenki! Segítségünk az Úr nevében! Aki az eget és a földet alkotta! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békével. Istennek legyen hála. Kedves testvérek, mielőtt még a himnuszokat elénekeljük, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az agapénra. A Szent Élet, sír a kélet, és szóvállam, dobva szívem, ezzel hajtám, ezzel kellem, jöjjék hazen, Jézusunk, örök pásztor, te kicsit a szemben, szeretett nyájára.